Sziasztok! Eljött a heti takarítás ideje, és arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy én hogyan csinálom. Felvettem nektek majdnem mindent, de lényegében ez csak a nappali, hálószoba, törölgetés, porszívózás, ilyesmi folyamat lesz. Szeretnénk majd külön csinálni egyet a konyha rendszerezéséről és kitakarításáról, szóval a konyha nem lesz benne, illetve a fürdőszoba sem. De kezdjük is. Először én általában beszoktam ágyazni, az a legelső folyamat a heti takarításnál, és hetente vagy másfél hetente ágyneműt is szoktam cserélni. Most ezt nem csináltam meg, mert hogy előtte való pár napban cseréltem le az ágyneműt, illetve azért nem a beágyazással kezdtem, mert Luffy éppen még aludt bent a takaró alatt. Leszedtem a takarókat a kanapéról, és a díszpárnahozatokat most kimosom. És ha már lecseréltem a takarót, vagyis leszedtem a takarót a kanapéról, és kimosom, akkor arra gondoltam, hogy le is szösztelenítem a kanapét. Nagyon sokan szoktátok kérdezni, hogy erre mit használok. Én ezt a Mumax-ban vásárolt elektromos szösztelenítőt szoktam használni. Nagyon-nagyon szuper. A mi kanapénk eléggé szöszösödik, eleve használtan vettük, és el van vékonyodva szerintem az anyag magán a kanapé alatt, és hát elég is sűrűn kell szösztelenítani, és itt van Lufika, aki végre fölkelt, úgyhogy be is tudtam végre ágyazni, és ahogy mondtam, most nem cseréltem ágyneműt, pedig általában ennél a fázisnál, a heti takarításnál szoktam, de most hamarabb cseréltem ágyneműt, úgyhogy most nem kell. Gyorsan beágyazok, ráteszem a díszpárnákat, meg a takarókat, kinyitom az ablakot, hogy szellőzzön addig is. Igazából a hálószobában szoktam kezdeni a portörlést, és kívülről haladok befelé, vagy belülről, kifelé, hogy van, mindegy. Szóval ott kezdem, mindent áttörlök, az ajtókat, ajtófélfát. Aztán megyek egyre beljebb, és itt még igen, elég jó kedvem volt, és zenét hallgatva nagyon jól táncolgattam, ennyi a max, ami tőlem telik. Szóval letörölgetem a tálalószekrényt, a képeket, képkereteket, nagyjából majdnem mindent áttörlök, ami kozos meg poros lehet. Gyorsan visszapakolok mindent, majdnem ugyanúgy, ahogy eddig volt, és pont találtam egy ilyen karácsonyi égőt, és van pár karácsonyi dekor is már az asztalon, de ezeket csak azért tartottam ott, mert hogy nemrég vásároltam, és még nem tudtam elpakolni. És írjátok meg, hogyha szeretnétek majd karácsonyi lakásdekorációs videót, mert mindenképpen csinálok egyet, hogyha elegen kéritek. És ilyenkor szoktam általában átpakolni a táskámat is, kiveszem azokat a dolgokat, amiket mondjuk szemétnek ítélek, blokkok, stb. Pont volt egy rohadt tök is a tökös kis kosárkámban, azt kidobtam. Letörlöm az étkező asztalt is, letörlöm a fölötte lévő polcot, a termosztátot is. Le is járt a mosás, és átteszem a szárítóba, előtte pedig kitakarítom, mert előző szárítás óta nem volt kitakarítva. Ilyenkor általában kiporszívózom a felső szűrőt, amit ugye minden egyes alkalommal kell, illetve heti egyszer pedig ki szoktuk takarítani a legalján lévő szűrőt, ezt is láthatjátok, hogy onnan alulról kipattintom, ezt általában ilyen 5 szárítás után kell, nem kell minden alkalommal, ezt is szépen kiporszívózom. És kb. Havonta egyszer, vagy két havonta egyszer pedig ki is szoktam mosni ezt a kis szivacsot, ami a földülemlet plusz ilyen kis koszt meg pöszmöt szedi össze a szárításból. És elmaradhatatlan, hogy Luffy játszon egy kicsit a porszívócsővel, ma is igazából szerintem ellenségnek tekint, és azért akarja szétszedni, de ez elmaradhatatlan, mert szabályosan morog rá, meg rám, hogy adjam végre oda.
kiszedem az elkészült mosást, ez ugye a takarók és a tízpárnák, átteszem a szárítógépbe, és utána be fogok tenni még egy mosás, mert hogy tele van a szennyes kosár, és mosásból áll az életem. Általában a szárítást mindig extra szoktam végezni, ez annyit tesz, hogy lényegében ahogy kijön a szárítógépből, én egyből tudom elrakni, nem szoktam vasalni sem, mert teljesen szépen ráncmentesen megszárítja. Berakom a következő mosást, és csináltam egy kis plusz feladatot magamnak, véletlenül levertem ezt a kis virágot, amit hát remélem, hogy sikerül majd megmentenem, de megpróbáltam valamennyire összepakolni utána, aztán pedig jön a nappalinak a portalanítás. Igazából a portalanítás a legutálatosabb házi munkám a vasalás után, nagyon-nagyon utálom egyébként, de mindegy, hát meg kell csinálni, úgyhogy mindent általában le szoktam pakolni a polcokról, szépen áttörlöm. Általában a sötétebb bútoroknál, polcoknál sokkal körültekintőbben kell szerintem portalölni, mert ott marad, meg visszaszáll rá a por, úgyhogy utálom ezeket a sötét bútorokat. Mindegy, én ilyen olajos portalanító sprével, hogy mondják ezt? Mindegy, ilyen olajossal szoktam letörölni, ez egy ilyen narancsolajos spré, hogy ne tudjon visszaszállni rá a por idő előtt, de igazából 3 nap múlva ugyanúgy portalaníthatnék újra. Ez az IKEA-s dohányzó asztal pedig eléggé kopott állapotban van már, és vannak rajta ilyen kis foltok, de egyébként azt hiszem, hogy 3000 forint volt, nagyon megérte az árát, én nagyon szeretem így méretügyileg is. Aztán jövök át a kis dolgozósarkomhoz, itt mindent elpakolok, hogy nagyjából semmi ne legyen az asztalon, hogy le tudjam szépen szintén takarítani. Látjátok, hogy itt alapozó foltos is, meg poros is, meg minden baja van. Konkrétan, ahol a sminkjeimet tárolom, láthatjátok, hogy itt is eléggé foltos, újranyomatos. Amikor általában veszem ki, látjátok, hogy a második fiók, abban vannak az alapozók, az a legalapozó foltosabb, mert amikor visszarakom az alapozót, akkor ilyen alapozókra kezdem és összefogdosom vele, de ezt általában lesz a fenyből törölni. Letörlöm a gardrób szekrényt is, meg a mellette lévő szintén IKEA-s, ez egy malmas szekrény, imádom egyébként, nagyon sok cuccot elnyel, ezt is szépen mindent lepakolok, azokat is áttörlöm, és letörlöm magát a szekrényt is. Ezután jött a porszívózás, mert porszívózom a virágföldet, amit kiszortam. Innen kezdtem, hogy ne hordjam tovább a lakásba, és igazából szeretek porszívózni, főleg ezzel a vezeték nélküli porszívóval, általában minden nap fel szoktam porszívózni, szóval sosincs olyan nagyon dzsúvás a padló, nincs nagyon állatszőr sem, mert mondom, minden egyes nap fel kell porszívózni, ugye, kis állat mellett. Úgyhogy itt van az a kis sarkom, ahol én kreatívkodni szoktam. El se pakoltam, mert most így a karácsony közületével elég sok mindent készítek. Úgyhogy felporszívozom az egész lakást, mindent, úgy, mindenhol. Aztán lejárt a másik mosás is, vagy nem, ez a szárítás, bocsánat, lejárt a szárítás is. Megint kiporszívózom majd a szárítógépet, kipakolom a száraz ruhákat. Kijöntem a szárítógépből a vizet, megint kiporszívózom. Van pár új pólóm, amit nem tudom, hogy tudok-e szárítani, konkrétan nem tudok szárítani. Ez két ilyen cuki kis karácsonyi felső, amit kiterigetek. Nem teszem be a szárítógépet, nehogy összemenjenek, és beindítom a következő adagot. Közben pedig kivittem a meleg ruhákat a kanapéra, a Luffy ezt imádja, konkrétan, ha a meleg ruhákra mindig ráfekszik. Leterítem megint a takarókat, meg felhúzom a díszpárnahúzatokat, közben jó barátokat nézek persze.
ezután pedig a legutolsó művelet, miután mindent letörölgettem, mindent elpakoltam, mindent kimostam, hogy felmosok. Nagyon szeretek felmosni, főleg ezzel az új pepkós felmosó, spiccelős felmosós ízével, felmosóval. Svicelős felmosóval. Általában szoktam beletenni fertőtlenítőt, meg sima melegvizet, és meséltétek, hogy nagyon könnyen át tud dugolni maga ez a svicelő fej, ezért ezetet is teszek bele mostanában, és lényegében ennyi maga a takarítási rutinom, a heti takarítási rutinom, amit szerettem volna nektek megmutatni, és inkább mindennek érsz vagyok, begyújtok egy nagyon finom illatgyertyát, és pihenek, és lazulok. Köszönöm, hogy itt voltatok velem.